Tisztelt polgármester úr, itt vagyunk a Szent Mihályi Kulturális Központban egy nagyon szép kiállításon. Igen, a földnapi alkalmával most már harmadik alkalommal hirdettük meg a Kertvároson fotópályázatot, amit nem csak az önkormányzat, hanem a Korvin Művelődési, az Erzsébet-ligeti Színház, illetve az Ötfalu Egyesület is hirdeti. És ez egy közös program, és ez a közös programnak a díjátadója volt itt. A mögöttem látható képek lettek a díjazottak, 77 pályamű érkezett, és azt látom, hogy amellett, hogy a természetfotók azért uralják a teret, úgy, ahogy eddig mindig, azért lett egy olyan kultikus része a kerületnek, a Reformátorok tere, ami több képen is szerepel, vagy jó sok képen szerepel, maga a kilátó, vagy maga a szobrok is, meg egyáltalán a tér is, úgyhogy tényleg nagyszerű alkotások érkeztek. Érdemes jövőre is pályázni, jövőre is lesz ilyen. Már most meghirdettük, tehát akár nyári, tavaszi, őszi, téli képekkel is lehet majd a következő évben a földnapi alkalmával kiírt pályázatra pályázni. És mi minden történt az elmúlt időszakban, mert nem találkoztunk már a választások utáni napok óta? Igen, hát sok minden történt. Egyrészt a Korvin Művelődési Házban, a Erzsébet-ligeti részlegében volt egy nagyon szép kiállítás, most is látható. Ez a Korvin Művészklubnak a tavaszi kiállítása, lehet ezt így mondani. 1000 év magyar történelmét dolgozzák föl, ez volt a téma, a tematika, és ennek megfelelően alakul a kiállítás is. Ez nem csak festőművészeti, hanem szobrászok is kiállítottak, fafaragók is kiállítottak. Ennek volt egy megnyitója a múlt héten, és hogyha már ilyen visszatérő dolgokról beszélünk, mint a Korvin Művészklubnak a kiállításai, akkor el kell mondanunk, hogy ismét volt egészségnap a szakrendelőben, talán most már 10. alkalommal. Ráadásul utoljára volt a szakrendelőbe ebbe a formájába a szakrendelőnek, legalábbis reményeim szerint kiállítás, mert véhetően ősszel azért elkezdődik ott az építkezés, nem kiállítás, egészségnap volt ott, véhetően ősszel elkezdődik majd az építkezés, ha minden jól megy, és lesz építési engedélyünk, meg lesz a közbeszerzése nyertes, meg egyáltalán el tudjuk indítani, akkor ez valószínűleg így fog alakulni. Úgyhogy egészségnap mindig jó szokott sikerülni, megint rengetegen voltak, és leginkább a prevencióval foglalkozik az egészségnap, tehát az egészség megőrzéssel, úgyhogy a vérnyomás mérés, a vércukorszint mérésre kezdve egy csomó minden volt ezen az egészségnapon, úgyhogy érdemes majd legközelebb is eljönni. Aztán a Fejlődő Kertváros programnak egy újabb programpontja is teljesült, vagy legalábbis részben teljesült, mert ebben a programpontban sok program van, de ebből az egyik volt, hogy a MLTC pályán a salakos pályát gumiburkolatosra cseréljük, rekordtárra cseréljük, és ez meg is történt, ennek az átadó ünnepsége is megtörtént nem olyan régen, úgyhogy most már lehet ott futkorászni. Akik futottak, azok azt mondják, hogy jó a talaj. Nekem egy kicsit keménynek tűnik a burkolat, de talán azért, mert régen futottam már, úgyhogy akik futnak, azok azt mondták, hogy pont ez a jó minőségű burkolat. Aztán Szépkorunál is voltam, Nagy Ferencnét Mátyásföldi otthonában köszöntöttem Edith nénit 90. születésnapján. Nagyon jó erőben van Edith néni, és tényleg nagyon boldog körülmények között lakik a családja körében, tehát a fölötte levő részben, lakrészben laknak a fia, illetve a fiának a családja, úgyhogy nagyon-nagyon jól el vannak. Azt mondta, hogy a hosszú élet titka talán az, hogy egyrészt foglalkozik-e mindig valamivel a munka, másrészt azért a nehéz körülmények azok jót tesznek ahhoz, hogy az embert megedze, hogyha lehet ilyen finoman fogalmazni. És ha már itt tartunk, sajnos temetni is voltunk, Lantos Antal helytörténészt és Kázmér József díszpolgárunkat is eltemettük az elmúlt időszakban, nyugodjanak békében. Mind a két alkalommal nagy társaság jött össze, akik utolsó végső búcsút vettek ettől a két nagyszerű kerületi embertől. Aztán kakaózni voltak nálam, ez most már egy viszonylag rendszeres dolog. Azért csak említem meg, mert a Centerálmi Általános Iskolában a 4. A-osztály volt nálam, aki minden évben, amióta centibe járnak, voltak. Úgyhogy 4 alkalommal jártak nálam, és ezért csináltak egy kis rajzot is arról, hogy nekik mit jelent ez a kakaózás. Nagyon jó pufa rajz lett. Nagy asztalnál körbe-körbe a zöld bögrével, meg mi egymással, úgyhogy tényleg nagy élmény volt őket hallgatni ismételten, de hát ők már rutinos kérdezők voltak, mert ugye már 4. alkalommal jártak nálam. Aztán volt a helytörténeti épületben, ugye ez a Veres Péter úton van, a helytörténeti gyűjtemény, ami régen korábban még úttörőház volt, legalábbis amikor én gyerek voltam, akkor, tehát ott egy nagyon jó kiállítás volt, Jenei Zoltán művész tanár és polihisztornak a kiállítása volt, aki amellett, hogy tanított, amellett festett, szobrászkodott, fotózott, a sportban kiváló sportoló volt,
és neki a emlékére alakítottak ki egy kiállítást, és itt volt a lánya is, aki már szintén nem fiatal, hát Érnei Zoltán meg ugye már azért viszonylag régen meghalt, de kerületünk lakója volt. Érdemes megnézni ezt a kiállítást. Azt mondta nekem a Villányi Péter a helytörténetnek, illetve az egész kertvárosi helytörténet és emlékezet központnak a vezetője, hogy szeretnének ebből hagyományt teremteni és rendszert csinálni abból, hogy egy-egy kiállítást megtartanak. Aztán volt a Szeretet és Hűség napja, most új helyszínen itt a János utcai részlegében, a Erzsébet-ligeti színházban, ahol megint összejöttek azok a párok, akik legalább 25 éve már kimondták a boldogító igent egymásnak, és hát a legrégebb óta házasok, a vagyonházas pár volt, azt hiszem 68 éve házasok voltak itt, és hát szép számmal voltak, és egy kis műsor keretében a Liget Tánc Akadémia, Csongrádi Kata és jó néhány fellépő volt, mégis jól töltötték itt a napjukat. Aztán volt születéshete, ezt mindig a Ligeti Baba Klub szervezi meg, és néhány napon keresztül kifejezetten a kisgyermekes szülőknek tartanak mindenféle előadást, zenét, táncot. Mi egymást is a végén egy jótékonysági tombola volt, ennek a tombola sorsolásán voltam ott, és a tombolából befolyt összeget idén is egy hátrányos helyzetű vagy nehéz körülmények között élő család kaptam. Most egy olyan család, ahol három gyermeket anyuka egyedül neve, és a legnagyobb gyerek az autisztikus problémákat mutat, illetve egyéb más egészségügyi problémái is vannak, és az ő gyógykezelésére fogja fordítani ezt a kicsit több mint 70 ezer forintot, amit összejött a tombolából. Nagyon örült anyuka ennek a felajánlásnak, és hát ugye a Föld napja van ma, de ugye az önkormányzat egy, hát lehet azt mondani, hogy rendezvény sorozatot tartott a Föld napja alkalmával, hisz pénteken volt a környezetvédelmi verseny a általános iskolásoknak a Hermina Sportparkban, ahol ahogy eddig is egy váltó versenyként több helyszínen voltak, és ott kellett tanulni, és ma végén egy totót kitölteni egy egész délelőttön keresztül, úgyhogy jól érezték magukat. Ezen a versenyen mindenki nyer, úgyhogy mindenki nyert is. Hát ahogy elhallgatjuk polgármester urat, nem lehet itt unatkozni a 16. kerületben. És köszönjük szépen! Köszönöm szépen!